professzor, bár lehet, hogy nem jól mondom, mert annyit változott a tanszéknek a neve. Hát most úgy hívnak minket, hogy Környezet és Természetvédelmi Intézet. Tavaly nyáron változtatták meg a nevünket, addig Növénytan és Természetvédelmi Intézet névre hallgattunk. Professzor úr, mesélj egy kicsit a családodról, gyerekkorodról, szüleidről. Pedagógus. Az ország másik felébe való vagy, ha jól tudom. Az ország másik felébe való vagyok, igen, Nyíregyházára, és pedagógus családba születtem. Édesapám és édesanyám is matematika-fizika szakos tanárok. Édesapám még él, édesanyám sajnos már meghalt. És hát én ebbe a családba születtem bele. Van egy húgom, aki szintén pedagógus. És hogyha a családfát hát végiglapozzuk, végignézzük, akkor az derül ki, hogy a megelőző 10 generáció is pedagógus volt Bartaágon. Méghozzá lévita tanítók voltak, kántor tanítók volt a nagyapám is. Azt is elmondhatom, hogy Erdélyből származunk, Háromszék megyéből, ott Úzon és Nagyborosnyó környékén volt az ősi fészkünk, és aztán az egyik ág az áttelepült Kolozsvárra, a másik pedig ide Magyarországra. Édesapám már Vissen a Bodrog közben született, mert a nagyapám ott volt tanító. Viszont amikor a második bécsi döntés értelmében Észak-Erdély visszakerült, akkor nagyapámat áthelyezték Kolozsvárra, és ment vele az egész család. Viszont 45-ben aztán visszakerültek, de akkor már Nyíregyházára, és így lettem én tulajdonképpen nyíregyházi. Hogy telt a gyerekkorod? Milyen volt az iskoláid? Hát érdekes volt, mert az első 4 osztályban a tanítóképző általános iskolájába jártam, ahol 12-en voltunk egy osztályban tulajdonképpen, azzal a kitétellel, hogy volt egy párhuzamos osztály is mellettünk, méghozzá az elsősöket a harmadikosokkal, a másodikosokat a negyedikesekkel tették egy tanterembe. De külön-külön oktattak minket, ugyanaz a tanítónéni, és amíg az egyiknek csendes órája volt, addig a másikkal foglalkozott a tanítónéni. Ez azért volt érdekes, mert amikor kicsik voltunk, akkor természetesen figyeltük a nagyokat, mert hamar elkészültünk a feladattal, amit kiadtak nekünk, és akkor egy kicsit már beleszagoltunk abba, hogy mi fog ránk várni harmadik és negyedik osztályban. És hát nem csak ez volt érdekes, hanem az is, hogy nagyon sok kis tanár járt hozzánk hospitálni, illetve tartottak is órákat nekünk. Tehát ez egy különleges fölépítés volt. Mi volt az oka? Egyébként én is iskolába jártam, de ott az volt az oka, hogy ez egy pici falu volt, ahol egy iskola volt össze. Igen, de... Egyházán mi volt az oka, hogy így összevontak osztályokat? Hát ezt pontosan nem tudom, hogy miért így szervezték, de... Pedagógiailag talán ez? Lehet, hogy pedagógiailag, azért pont, hogy a kicsik figyeljék a nagyokat és tanuljanak tőlük, de ez nem volt rossz, azt kell mondanom. És hát ugye 12-en voltunk egy osztályba, abban az osztályba, úgyhogy mindenkivel tudott foglalkozni a tanítónéni külön-külön. És hát nem mondom azt, hogy elit osztály volt, de mindenki felsőfokú végzettséget szerzett, aztán jó részük orvos lett. Ez volt az általános iskola első 4 osztálya. 5.-6.-ban egy olyan általános iskolába jártam, ahol nem volt a vozat. Viszont 7.-8.-ban egy másik általános iskolába átirattak a szüleim, azért mert ott matematika tagozat volt. És hát ők abban reménykedtek, hogy viszem tovább majd a családi örökséget, azaz én is matematika-fizika szakos tanár leszek, de már akkoriban érdekelt a biológia. Nem mondom azt, hogy rossz volt a matematikából, mert megyei tanulmányi versenyt is nyertem, de nem érdekelt különösebben, ezt őszintén meg kell vallanom. És pont ezért 8. után már olyan gimnáziumba mentem, ahol biológia tagozat volt. Volt matematika tagozat is, de én a biológia tagozatra jelentkeztem, föl is vettek, és hát
ez is egyféle elitképzésnek bizonyult, mert nagyon nagy óraszámban oktatták nekünk a biológiát. A szerdai napon csak gyakorlatunk volt, biológia gyakorlatunk, és nem csak biológiából volt több óránk, hanem kémiából is, a szorosan illeszkedő tématerületből is, tantárgyból is több óránk volt. És hát azért is volt ez még különleges, mert a nyíregyházi főiskolára, ahol volt növénytani meg állattani tanszék, és rendszeresen átjártunk, és ott is tartottak nekünk már órákat, kvázi előkészítőként. Hát ebbe az osztályba 34-en jártunk, és a 34-ből 17 orvos lett. Úgyhogy ebből 15-öt rögtön elsőre föl is vettek. A másik kettőt a következő évben vették föl. És aztán biológia tanárok, biológusok kerültek ki. Én egy kicsit kakukktojás lettem, pont azért, mert az erdőmérnöki pályát választottam. Már előre vetítette ez a biológia, hogy te már komolyan gondolkoztál előtte is, hogy Sopronba jössz erdőmérnök hallgatónak? Hát komolyan nem gondolkoztam azért, mert a családban, a tágabban tekintett családban nincsen erdész végzettségű. Nem is volt erdész ismerősünk tulajdonképpen. Érdekes a történet, amikor hetedikesek voltunk, akkor egy énekórán a szomszéd pattársammal beszélgettem, a tanár úr, Barna tanár úr felállított minket büntetésből, és ott tovább folytattuk a beszélgetést, ahol ez az osztálytársam elmondta, hogy neki egy távoli rokon a erdőmérnök. És természetesen azt az idilli képet festette le, ami szinte minden állampolgárban megvan, és ami nem igaz, sajnálatos módon, de az akkor engem csak keveseknek adatik meg, de akkor ez engem nagyon megfogott. És akkor eldöntöttem, hogy én erdőmérnök leszek. Onnantól kezdve készültem tudatosan erre a pályára. A biológia tagozatos gimnázium osztályválasztás már ennek a következménye. Így jutottam el aztán Sopronban. Mikor kezdted, mikor felvételiztél? De emlékszel a felvételi vizsgákra? Hát 1975-ben érettségiztem, akkor volt a felvételünk is, és akkor vezették be a közös írásbelit. Matematikából, fizikából kellett ezt a közös írásbelit véghez vinnünk, és akkor az egyben érettségének, meg felvételinek is számított. És aztán jött a szóbeli felvételi, ahol matematikából és biológiából kérdeztek minket, emlékszem a bizottságunkra is. Az elnök az Gály János volt, az akkori rektor, a matematika kérdező Móra Artúr professzor, a biológia kérdező Gencsi László professzor úr volt, ezen kívül még Pintér Ferenc ült bent, ő a marxizmus-leninizmus tanszéknek volt a képviselője, és volt még egy hallgató és egy hallgató képviselő is. Még a feladatokra is emlékszem, amit akkor kérdeztek tőlem, és hát izgultam azért, hogy fölvesznek-e, mert hogy a fizika közös írásbelim az csak 4-esre sikerült, a matematika 5-ösre, meg a hozott pontjaim alapján is megkaptam a 10 pontot, a felét, aztán 19,5 pontot értem el. 20 volt a maximum. 20 volt a maximum, igen, tegyük hozzá. 19 és felett elértem, és fölvettek. Hát ezzel nagyon nem kellett izgulni. Hát nagyon nem, de 18,5 volt az alsó határ. Tehát azért akkor még sokkal magasabb követelmények voltak a felvételi, mint manapság. Tegyük hozzá. Felvételi vizsga után megkaptad a papírt, hogy felvételt nyertél, de ez nem, akkor már létezett ugye az előfelvételis rendszer. Létezett az előfelvételis rendszer, megkaptuk a papírt júliusban, és szeptember 2-án bevonultunk katonának Szegedre, előfelvételis állományként, és a Magyar Néphadsereg elkövette azt a hibát, hogy az egy helyre jelentkezetteket egy helyre vitte katonának. Ezt a mai napig nem értem, hogy miért így csinálták, holott korábban azt lehetett érzékelni, hogy egy nyíregyházi ember Zalaegerszegre vittek el katonának, tehát minél messzebb a lakóhelyétől. De ez nekünk jó volt, mert már megismertük egymást ott a katonaságnál. Pontosan, hogy katona nyelven
éljünk, akkor összekovácsolódott a csapat, és hát egy nagyon összetartó évfolyam jött létre, már onnantól kezdve. Olyannyira összetartóak vagyunk, hogy most is évente rendezünk évfolyam találkozókat, és az évfolyam találkozók között pedig rendszeres évfolyam vadászatok, évfolyam horgászások és egyéb más évfolyam programok vannak. Milyen hát, fegyverrendben erősítetted a magyar névhadsereget? Hát az MN-78-52-ben aknatelepítők voltunk, de kaptunk utászkiképzést is. De a fő kiképzés az az aknatelepítő volt. És milyen rangban szereltél le? Hát én törzsőrmesteri rangba szereltem le. Ez volt akkor a legmagasabb. Tulajdonképpen nem tudom, hogy miért kaptam, mert egy kicsit véletlenszerűen osztogatták szét közöttünk ezeket a rangokat. És aztán egyetem után megint következett egy rövidebb katonai időszak, egy 7 hónapos katonai időszak. Ott már hadnagyként szereltem le. Az opsitot hadnagyként kaptad meg? Igen, hadnagyként. Én nem túl messze tőletek, Hódmezővásárhelyen voltam ugyanígy előfelvétel, és hozzánk lejöttek annak idején oktatók az egyetemre. Emlékszem, Rokszerekon például tartott egy ilyen kis képzést nekünk. Talán az előbb említett Pintér Ferenc is volt. Így van. Ugye? Hozzánk is jártak. Hát elvileg az volt a rend, hogy havonta 2 napot kellett volna biztosítani arra, hogy részben szegedi gimnáziumi tanárok jöjjenek hozzánk, és egy kicsit szinten tartsák a matematika, fizika, biológiai ismereteinket, részben pedig 1 nap Sopronból jöttek. De ez nem mindig következett be, tegyük hozzá. Hát Sopronból emlékeim szerint 3-4 alkalommal látogattak hozzánk. Többek között Pintér Ferenc is, meg hallgatók is jöttek, Waldenbe, ami akkor már különlegesség volt, és hát ők meséltek arról, hogy milyen is itt a soproni egyetemista lét, meg bíztattak minket, hogy ki kell bírni ezt a 11 hónapot, túl kell élni. És akkor leszereltetek, ugye, ha jól emlékszem, augusztus 1-én volt szokás szerint a leszerelés, az előfelvételéseknek. Így van. És hamarosan elkezdődött az egyetem. És 1 hónap múlva elkezdődött az egyetem. 1976-ot írunk, igen. Akkor már volt balekoktatás? Volt balekoktatás, 1 hetes balekoktatásban volt részünk. De az különbözött a mostanitól. Mennyiben vagy? És ezt... Talán a mostani ilyen. Akkor egy kicsit beszéljünk erről, ha engem kérdeznek, nekem is lenne véleménye. Azt hiszem, a soproni polgároknak is van vélemény a mostani balekoktatásról. Nekem nagyon nem tetszik az, hogy erőszakosak a firmák a balekokkal szemben. Tehát amikor mi ide érkeztünk, akkor a mi firmáink minket társaknak tekintettek. Most a mostani firmák, sajnos ki kell mondanom, alattvalóknak tekintik a balekokat. Kiszolgáltatják magukat a balekokkal, folyamatos egrecíroztatásban van részük, és ez sokszor megaláztatással is jár. És hát ez nem csak a kampuszon, az egyetem területén belül kitapintható, érzékelhető, hanem időnként a városban is, és nem véletlen, hogy sokszor a városi polgárság felháborodik, és aztán a rektornak kell orvosolni ezt a problémát. Ezen változtatni kellene. Régóta mondjuk már a firmáknak, leendő firmáknak, hogy változtassanak, de az az érdekes, hogy amikor ők voltak a balekok, nem értettek egyet ezzel, de 3 év múlva, amikor ők lesznek a firmák, akkor már váltanak és ugyanazt csinálják, mint az elődeik. Így van, kicsit én is úgy érzem, hogy ez az öreg katona kopasz szindróma alakult itt ki a balek és a firmák között. Igen, de hát ők már nem voltak katonák. Igen, ők nem voltak katonák, ez nem az a példa, hanem valami más mozgatja őket. Professzor, ki volt a firmád? Illetve nem volt ki a firmád? Csillembu. Iszabala Hamisi Csillembu. Ő tanzániai. Ugyanis az 1978-ban végzett évfolyamban 12 tanzán volt. És egy kenyai még. És hát ők voltak a firmai folyamunk. És nekem eddig eljutott Csillembu, akivel jól megvoltam. Ő volt az egyik firmám, a másik firmám pedig Mart József, aki sajnos már meghalt. És mi a balek, mi az aliaszod?
Hát az alias nevem az a Prónatúra. Ugyanis már hallgató koromban mozdultam a természetvédelem irányába, már akkor sokat foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, és ezt az alias nevet kaptam, a Prónatúrát. Hogy kezdődtek az első évfolyamban, az első, az alapozó tárgyak, ugye, aminek most te vagy a professzora, ugye? Az egyik professzora, ami akkor is nagyon nehéz dolog volt túljutni a növénytanszigorlaton. Tehát ott volt a Mór Artúr, hát hiszen te matematika tagozatos osztályba járt áldás, tehát neked milyen jelentett problémát, vagy egyáltalán az Artúrral milyen volt a kapcsolatod? Hát amikor épp a balekoktatás volt, és beléptünk a régi kollégium aulájába, akkor ott tacepauk voltak kifüggesztve. És az egyik tacepaun Mór Artúrnak volt a ábrázolatja, a másikon pedig Csanádi Etelének a jól sikerült karikatúrája. És volt egy másik mellettük, amire az volt felírva, hogy Balek, köszönj mindenkinek, mert nem tudod, hogy kikinek a firmája. És hát már akkor a firmáink a fejünkbe vésték, hogy ettől a két szemétől óvakodnunk kell. És hát ez így is volt, mert a matematika, illetve a szervetlen kémia volt a legnehezebb, hogy ezek első féléves tantárgyak. Hát szervetlen kémiából ötösre mentem, és a gyakorlatom is ötös volt, sőt utána a szerves kémiából és biokémiából is ötösre vizsgáztam. Matematikából viszont... Volt kalandod Etelével? Etelével nem. De Mór Artúrral volt. Igen. Igen. A gyakorlatot Gály Jánosné vezette. És hát részben a szüleimnek, köszönhetően részben pedig a matematikai korábbi előképzettségemnek köszönhetően különösebb problémát nekem a matematikait nem okozott. És egy kicsit ki is tűntem már a gyakorlaton, Gály Jánosné már felfigyelt rám. És ez valahogy eljutott Mór Artúr fülébe is. És amikor eljött a vizsga, akkor én rendesen fölkészültem, az első héten rögtön a második nap már mentem vizsgázni, és ugye a vizsga az úgy kezdődött, hogy két feladatot kellett megoldani. Ha meg tudtad oldani a két feladatot, akkor kaptál két kérdést, és akkor a professzor úrnál abból kellett referálni. Az egyik feladatom az volt, hogy köbjük alatt -2, -2i, és ezt nagyon könnyen meg lehet oldani forgásszöggel, de én nem így csináltam, hanem elkezdtem köbbre emelni, és aztán oda jutottam, hogy x a 87-en volt a legmagasabb tagja ennek az egyenletnek, és szólította Mór Artúr professzor, hogy most már mehetek. És nézte a feladatomat, az egyik az jó volt, ez meg nem jó. És mondta, hogy hát tisztelt hallgatom, nem tudta megoldani a feladatot, hát akkor nem húzhat tételt. És én akkor így egy kicsit hátra néztem, mert a többi évfolyamtársam bent ült a padokban, és készült föl, a többi feladatot oldották meg, és csak azt láttam, hogy leteszik a tollat, és föladják. Mivel ha nekem nem sikerül, akkor nekik esélytelen a vizsga. És akkor egy pillanatra az Artúr is elgondolkodott, és valószínűleg a Gály Jánosnénak a korábbi referálása juthatott az eszébe, és azt mondta, hogy na hát azért mégiscsak 20 tételt, nézzük, hogy mit tud. És hát akkor kellett bizonyítanom, akkor kellett tulajdonképpen visszakapaszkodnom. Hát ez sikerült, végül is 4-est kaptam, mondta Artúr, hogy 5-ös nem adhat, azért mert nem tudtam megoldani a feladatot, ezért 4-est kaptam. És amikor fél év múlva ugye mentünk megint vizsgázni, matematika 2-ből, akkor megkérdezte, hogy miért kaptam én 4-est. És mondtam, hogy professzor úr, ezért, mert ezt így próbáltam megoldani. Na hát akkor próbáljuk megoldani így. És neki sem sikerült ilyen módon megoldani. És akkor ott kedvesen elbeszélgettünk, tudtam persze a beugrót is, a két feladatot is, meg a két tételt is, úgyhogy akkor már 5-öst kaptam. De ez az 1-4-es egy kicsit rontotta. Hát nem is az átlagomat, mert ez különösebben nem volt érdekes, hanem a lelki világomnak ártott egy picit. Tehát összességében azt kell mondani, hogy nem sok 4-eset volt az egyetemi. Már akkor azt meg se kérdezem, hogy volt-e utóvizsgálat. De volt 4-esem aztán.
de az első két fél évben csak ebből a matematikából volt négyesem. Aztán a későbbiekben igen, például ökonomiai jellegű tárgyakból, politikai jellegű tárgyakból, nem csak négyesem, hármasom is volt, és volt egy utóvizsgám is. Harmad éven Pintér Ferencnél filozófiából megbuktam. A mai napig nem tudom, hogy miért, mert Pintér Ferenc nem buktatott akkoriban. De amikor elmondtam a tételeket, rágta a bajuszát, és mondta, hogy hát én nem szoktam buktatni, de téged most meg foglak buktatni. És beírta az elégtelent. Különösebb indokolás nélkül. És akkor én hazamentem Nyíregyházára, mert már össze volt pakolva mindenem, ez lett volna az utolsó vizsga, hazamentem, és a nagynénémhez mentem el, aki Debrecenben filozófia szakot végzett, hogy korrepetáljon, és egy hétig korrepetált filozófiából, majd visszamentem Pintér Ferenchez vizsgázni, aki filozófiából semmit nem kérdezett, hanem volt a szobájában akvárium, és akkor én is akvarizálok már kisgyerekkorom óta, akkor arról beszélgettünk, valahonnan megtudta, hogy horgászom, arról beszélgettünk, és akkor azt mondta, hogy hát, mivel megbuktattalak, ezért ötöst nem adhatok neked, beírt egy négyest. Ez volt az utóvizsgá. Mesélj egy kicsit a növénytan vizsgáidról, a szigorlatról, meg egyáltalán a vizsgákról. Nekünk nem volt szigorlatunk. Nem volt? Hogy nem volt? Hát, mi már valamilyen reformé folyam voltunk, és akkor úgy volt a 4 fél éves növénytan fölépítve, hogy az első fél évben hallgattuk az általános növénytant, a sejtant, szövettant, szervtant, szervezettant és a morfológiát Gecsi professzornál. A második fél évben Bancsura docens úrnál a növényrendszertant, de akkor nem kellett vizsgázni abból. A harmadik fél évben dendrológiát hallgattunk Bancsura docens úrnál, és a harmadik fél év végén úgynevezett záróvizsga volt a két rendszertani részből, a növényrendszertanból, illetve a dendrológiából. Hát ez eléggé megterhelő volt azért. És negyedik fél évben volt a növényélettan, aminek egy pici részét a Kencsi professzor úr átadta Bancsura docens úrnak, és akkor hallgattunk növényföldrajzot nála néhány órában. Az első fél évben is kollokvium volt, a negyedik fél évben is kollokvium, és a harmadik fél évben volt ez a bizonyos záróvizsga. A Nemki professzor téged már nem tanított? Nemki professzor nem tanított, mert ugye 75-ben nyugdíjba ment, és 76-tól a tanszék vezetését Kencsi professzor úr vette át, illetve a Nemki professzor úr tárgyait meg a Bancsura docens úr vette át. Úgyhogy ő vele én már nem is találkoztam. Oktatóként. Személyes kontaktusom se volt vele. Tudtam, hogy ki a Nemki professzor úr, utcán találkoztunk és köszöntünk is neki, de közelebbi kapcsolatban nem kerültünk. Aztán az első két év után jöttek az úgymond a szaktárgyak, ugye? Így van. Az már egy kicsit könnyebb volt. Nekem kevésbé, de a évfolyam társaim zömének igen, mert ők erdészeti technikumba végeztek, és hát ott nagyon jól megtanították velük ezeket a szaktárgyakat. Viszont volt néhány olyan szaktárgy, ami kedvencemmé vált. Elsősorban az erdőművelést emelném ki. Májár Antal professzor úr tudása az lenyűgöző volt számomra. Nem csak azért, mert az erdőművelést nagyon jól adta elő és jól látta, hanem azért is, mert kiváló botanikai ismeretei voltak, ami még párosult a termőhely ismerettani ismereteivel is. Tulajdonképpen az erdőt ő szerettette meg velem, vagy ő ismertette meg az erdőt velem egészen pontosan. És aztán kiemelhetem még Igmándi Zoltán professzor urat. Miért van a művelésnél, amelyeket maradjunk? Hiszen kevés oktatónk él, vagy legalábbis nekem kevés oktatónk él, talán már csak egy Csesznák Elemér, akit téged nyilván tanított. Gyakorlatokat tartottak nekünk. Az előadásokat Májár Antal professzor úr tartotta.
A gyakorlatokat viszont fölváltva tartotta Csesznák docens úr, akkor docens úr volt, Szapanos docens úr, illetve Kolosszár József akkor volt fiatal oktató. És ők megosztották egymás között témakörönként a gyakorlatokat. Csesznák docens úr inkább terepi gyakorlatot tartott nekünk erdőtipológiából. Szapanos docens úr inkább benti gyakorlatokat tartott, elsősorban fatermésztani vonatkozásokkal kapcsolatos benti gyakorlatokat. Na csak azért, mert neked is hány professzorod él még, professzor úr, hogy úgy mondjam, aki nem is professzorod, inkább úgy mondanám oktatód? Hát sajnos már nagyon kevés. Pontosan nem számoltam össze, de olyan 8 körüli az élők száma. Na, térjünk vissza, tehát Igmándi tanította az erdővédelmet. Az erdővédelmet, így van, Igmándi professzor úr, akivel később nagyon jó kapcsolatba kerültem, amikor már visszakerültem Sopronba. És aztán, akit még kiemelhetek, ő Király László professzor úr, ő akkoriban került ide az egyetemre, az erdőrendezéstan oktatására, és hát a számítógép akkor tört be. Nem csak a mi szakmánkban, hanem tulajdonképpen az országban is. És hát ő nagyon jól értett a számítógép programozásához már akkoriban, és nagyon-nagyon magas fokon adta elő az erdőrendezéstant. Nem is nagyon értettük, őszintén be kell vallani, de a tudás az legyűgöző volt, meg a segítőkészsége is. Akit még kiemelhetek, ő Kubinski professzor úr, aki a faipari mérnöki karhoz tartozott, de az építéstant egy szemeszter keretében előadta nekünk, és hát azt az eleganciát, azt a tudást, azt most is irigylem, amivel ő rendelkezett. Amikor visszakerültem Sopronba, akkor ő fölkarolt, és tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy soproni polgárrá váltam, igazi soproni polgárrá váltam. Ha már előre szaladhatunk, mert hát ő volt az, aki beemelt a Soproni Városépítő Egyesület elnökségébe, ahol hamarosan alelnök is lettem. Az ő révén kerültem be a Soproni Szemle Szerkesztőbizottságába. Ő javasolt a Soproni Szemle kuratóriumába is, amelynek most éppen elnöke vagyok. És hát itt van egy patinás asztaltársaság, ami 1934 óta működik, ez a Kitajbelpál Természettudomány Asztaltársaság, ahova két ajánló kell, és az egyik ajánlom szintén Kubinski Mihály professzor úr volt. Úgyhogy neki nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Sokunk köszönhetnek is. Sokan. Még az egyetemi évekre ugorjunk vissza, kollégista voltál, ugye? Igen. Hát gyakorlatilag mindenki kollégista volt, aki nem soproni lakos volt. És ez nagyon jó volt, mert akkor két kollégium volt, a régi kollégium meg az új kollégium, egy helyen voltunk, ez is erősítette a barátságunkat, az összetartásunkat, az összetartozásunkat. Jó volt, nagyon milyen jó volt. Milyen volt a diák élet ott van az időben, a 70-es évek második felében? Ez a Valdemár volt? Hát a Valdemár volt, igen, mert ugye az 1971-ben a vadászati világkiállításkor megjelent. Hát a kollégium élet azért volt jó, mert egy zárt közösséget alkottunk. Ugye akkor működött a menza is, kaptunk ebédet, kaptunk vacsorát, hétvégén is, nem úgy, mint manapság. Gyakorlatilag nem kellett kimozdulni az egyetem területéről, és nem is utaztunk annyit haza, mint mostanában a diákok. Sajnos most azt tapasztalom, hogy csütörtökön hazamennek és hétfőn visszajönnek, és így nem is igazi egyetemisták. Mi nagyon keveset jártunk haza. Tulajdonképpen az őszi szünetben, a téli szünetben, meg a tavaszi szünetben mentünk haza, vagy esetleg, ha valami rendkívüli dolog volt, akkor hagytuk el Sopront. És hát a kollégiumi életben az volt a jó, hogy sok közös megmozdulásunk is volt. Hétvégeken együtt mentünk ki, vagy a hegyvidékre, vagy a Szárhalomba, azért, hogy tanulgassuk a növényeket, hogy egy kicsit jobban ismerkedjünk az erdővel, azért, hogy gombát szedjünk, és akkor utána együtt főztünk. Vagy beléptünk az egyetemi ifjúsági gyakorló vadásztársaságba, és ha ott sikerült zsákmányhoz hozzájutni, akkor azt közösen csináltuk meg. Úgyhogy én azt nagyon-nagyon szerettem, azt a kollégium életet,
és nagyon sajnálom a mostani kollégistákat, hogy teljesen más életet élnek. Nem tudják, hogy nekünk milyen jó volt, és nekik is milyen jó lehetne, ha másképp lenne. 1981-ben diplomáztam. 1981-ben szereztem meg az erdőmérnöki diplomát, igen. Hogy alakult utána a szakmai pályafutásod? Hát ugye már bocsánat, az államvizsgára még emlékszel? Mert úgy veszem észre, hogy még a feladatokra is emlékeztél 5 évvel korábbi eseményre, és az államvizsga az hogy zajlott le? Az államvizsgára is emlékszem, ahol az egyik kérdésem az volt, hogy az erdőművelés gépesítéséről referáljak, és hát én biológiai beállítottságú vagyok. És én nem tudom az erdőt műszaki szemmel szemlélni. Úgyhogy erre a kérdésre is olyan jellegű választ adtam, amivel próbáltam kitérni a technokrata szemlélet alól, ami kevésbé tetszett Murányi Jánosnak, ő volt a minisztérium kiküldöttje. És ő egy picit ebbe belekötött. És én akkor ott próbáltam harciaskodni és megvédeni a saját álláspontomat azzal, hogy akkor jó az erdőművelésünk, ha minél kevesebb gép van az erdőben. Ezt így bátran kimondtam. És Csesznák professzor úr érezte, hogy hát egyre jobban feszül a húr, épp ezért átvette a polémia irányítását, és megpróbált engem meggyőzni, hogy mégis miért kell gépeket vinni az erdőbe. És akkor én is éreztem, hogy tovább nem kell már vitatkoznom, úgyhogy egy bólintással lezártuk aztán ezt a kezdeti szakmai vitát, és így aztán nem is 5-öst, hanem 4-est kaptam. Diplomatervedet hol írtam? A diplomatervemet az erdőtelepítés tanít tanszéken írtam, mert akkor még létezett ilyen. Tihanyi Zoltánnál, ő akkor tudományos főmunkatárs volt, és a Zsirai Kastélypark botanikai felvételét csináltam. Tóth Péter évfolyamtársam csinálta a geodéziai felvételt, én meg a botanikai felvételt. A diplomatervvel úgy voltam, hogy olyan témát válasszak, vagy válasszunk, aminek van értelme, aminek van gyakorlati jelentősége. És erre a témára azért vagyok büszke, mert a diplomaterveink alapján készült el tulajdonképpen a Zsirai Kastélypark felújítása. Úgyhogy nem volt hiába való az otthoni ténykedésünk. Már egyszer feltettem a kérdést, hogy alakult a szakmai pályafutásod a végzést követően? Hát ugye végzés előtt már foglalkoztatott az a gondolat, hogy hol is kellene elhelyezkedni. A mostaniaknak egy kicsit nagyobb szerencséjük van, mert valahogy jobban rálátnak a gyakorlati életre, és már hamarabb megkeresik őket, és hamarabb van lehetőségük azért, hogy elkötelezzék magukat. Igazándiból érdekesen alakult a sorsom, mert én itt az egyetemen eldöntöttem, hogy nekem Sárospatakra kell kerülnöm. Azt tudni kell, hogy atyám és a testvérei, ők hatalmannak testvérek, mind pataki diákok voltak. És hát Patakra nagyon sokszor mentünk a szüleimmel is, mert kedveltük ezt a várost, édesapám meg ott nosztalgiázott természetesen. És hát Patakot azért is néztem ki magamnak, egyrészt mert közel van Nyíregyházához, másrészt pedig azért, mert az északi középhegység lábánál, illetve a Bodrog köznek a szélénél fekszik, és van hegyvidéki területe, van síkvidéki területe is, és ez úgy szakmailag is jónak tűnt. De ez csak egy elképzelés volt a részemről. Viszont 2 hónap múlva a dékáni hivatal folyosóján, a nagy hirdetőtáblán, ami most is megvan, ugye az erdőgazdaságok küldték az ajánlataikat, hogy hol lehet elhelyezkednünk, és megjelent a Borsodi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaságnak is a felhívása. 2 végzett erdőmérnököt kerestek, az egyiket a pataki erdészethez, a másikat meg a színi erdészethez.
ha már megcsörrent a mobiltelefon, ennek kapcsán végig az járt a fejemben, hogy elfelejtettem kikapcsolni. Ez az, ami neked nincs. Ez nincs. Úgyhogy nekem nem fog megcsörrent. Jó. Ha már így adodod, hogy megcsörrent az én telefonom, amit elfelejtettem kikapcsolni, tényleg nincs mobiltelefonod? Nincsen. Elvi okai vannak? Igen. Elvi okai vannak. Én azt gondolom, hogy enélkül is lehet teljes életet élni, mert amíg nem volt mobiltelefon, addig is meg tudtuk oldani a problémáinkat. Én ezt egy zavaró eszköznek tartom. Nem szeretem, hogyha például előadásomon megcsörren a telefon. Előfordult ilyen? Előfordult ilyen, és mindig készültem arra, hogy mit teszek majd akkor, amikor megcsörren, és amikor megcsörrent, akkor annyira meglepődtem, hogy semmit nem tudtam mondani. Úgyhogy én mentesítettem magamat ettől az eszköztől, tudok nélküle is élni, és most már biztosan nem is fogok ragaszkodni ahhoz, hogy legyen mobiltelefonom. Én sokáig azt hittem, hogy van mobiltelefonod, csak olyan szűk körben ismerik a telefonszámodat, ami egyébként nagyon helyes lenne, ha lenne, de ezek szerint nincs is telefonod. Na ebből ez egy off topic, ahogy ma mondják, ez a telefon, hogy térjünk vissza a Sárospatakra, illetve nem Sárospatakra, hisz nem oda került. De oda kerültem Sárospatakra. Tehát amikor megjelent ez a kiírás a DK-mi hirdetőtáblán, akkor én rögtön elküldtem Csermely László vezérigazgató úrnak a jelentkezésemet, és egy 2 hét múlva kaptam is egy levelet, hogy fölvettek. Rendkívül boldog voltam, meg a szüleim is. Ráadásul szolgálati lakást is kaptam ott Patakon. Viszont sajnos már az első héten szembesültem azzal, ezt ki kell mondanom, hogy az erdészetvezető úr alkoholista, és hát azzal is szembesülnöm kellett már a második, harmadik héten, hogy itt a szakmaiság az kevésbé érdekes. Úgyhogy hamarosan eldöntöttem, hogy nem maradok Patakon, mert abban a légkörben, abban a közegben én nem tudom leélni az életemet. És a döntéshez hozzásegített az is, hogy át akartak helyezni Telki bányára. Tulajdonképpen ez a Patak egy kicsit beetetés volt, azért mert oda könnyen jelentkeztek a végzettek, de utána egy fél év múlva áthelyezték más olyan erdészetekhez, amelyekhez nem nagyon kaptak embereket. Ráadásul Patakon én erdőművelési műszaki vezető voltam, az, amit szerettem, vagy szerettem volna csinálni, Telki bányán pedig fahasználati műszaki vezetőnek kellett volna lennem, és amíg Patakon kaptam szolgálati lakást, addig Telki bányán csak egy szolgálati szobát kaptam volna. Tehát jelentős visszalépést jelentett volna egzisztenciálisan is, meg szakmai tekintetben is, hogyha elfogadom ezt a Telki bányai állást, de mondom, a pataki légkör se volt kedvező, részben a szakmaiatlanság miatt, részben pedig az emberi problémák miatt. Úgyhogy tovább álltam 7 hónap után. Emlékeztem arra, hogy a Debreceni Erdőtervezési Iroda is hirdetett állást, méghozzá 2 főt is keresett, és tudtam, hogy közülünk senki nem jelentkezett oda, úgyhogy biztos voltam abban, hogy még van legalább egy üres állás Debrecenbe. El is mentem, és rögtön Fenyvesi János igazgató föl is vett, és egy kellemes 3 év következett erdőtervezőként. Ugye azt tudni kell, hogy a Debreceni Erdőtervezési Irodához 3 megye tartozik. Szabolcs-Szatmár, most már Bereg megye is, Hajdú-Bihar, illetve Szolnok megye. És hát úgy zajlik a terepi erdőtervezés, hogy hétfő reggel kimegy az erdőtervező, és pénteken, vagy esetenként csütörtökön hazamegy, közben pedig kint valamilyen terepi szálláson húzza meg magát, és végzi a terepi munkát. De ez nem volt rossz, ez a terepi munka. A szállásokról már kevésbé tudok jót mondani, mert olyanra nem emlékszem, hogy víz és villany egyszerre lett volna. Olyanra viszont igen, hogy egyik sem volt. De ettől függetlenül kedveltük a terepi munkát, mert nagyfokú önállóságot kaptunk. Saját magunknak osztottuk be a feladatokat, és hát emellett én már tudtam botanizálni is.
ez lényeges volt, hogy erre is tudtam időt szakítani. Ráadásul, amikor én átmentem, utána egy év múlva egy másik évfolyam társam is jelentkezett ugyanehhez az irodához, aki barátom is, Asztalos István, és vele együtt képeztünk egy erdőtervezői csoportot. Úgyhogy mi akkor úgy gondoltuk, hogy hosszú távra rendezkedünk be, hozzászoktunk ehhez a cigány élethez, de a harmadik év végén egy váratlan meghívást kaptam. Pap Mihály, az erdőfelügyelőség igazgatója megkeresett, hogy legyek erdőfelügyelő. És ez egy kicsit megdöbbentő volt azért, mert akkoriban az idősebb kollégák töltötték be az erdőfelügyelői posztokat. Én pedig 28 éves voltam még csak akkor, és hát nem is számítottam arra, nem is reménykedtem abban, hogy én a közeljövőben erdőfelügyelő lehetek. És ez a meghívás így váratlanul ért, de hát igent mondtam, és úgy lettem az ország legfiatalabb erdőfelügyelője, hogy a második legfiatalabb 10 évvel idősebb volt hozzám képest. A fizetésem is lényegesen emelkedett, tegyük hozzá, és kaptam egy erdészetet, 21 termelőszövetkezetet, 2 állami gazdaságot, és még a vízügynek is a teljes megyei területe hozzám tartozott. Papihály egyébként előrelátó volt, mert akkor vett át engem, amikor az elődöm nyugdíjba ment, de még arra kért az elődömet, hogy fél évet együtt töltsünk el. És ez jó volt, mert be tudtam tanulni. Demeter Ferencnek hívták az elődömet, viszont sok különleges élményben volt részem Feri bácsi mellett, mert ő gyerektelen volt, és a legfontosabb értéktárgya az a gépjárműve volt, egy Lada, 1500-as Lada, amire nagyon vigyázott, és büszke volt arra, hogy egy rozsdafolt sincs rajta. Ritkán is közlekedett vele, tegyük hozzá, de ha mondjuk azzal ment valamelyik TSZ-hez, és nagy Isten, elerett az eső, akkor abban a pillanatban a TSZ elnök Volgáját kiparancsolta a garázsból, és beállta az ő kocsijával, hogy nehogy továbbázzon a kocsija, és nehogy rostásodjon. Hát, ez egy legendás autó volt, bocsánat, hogy közbeszólok, ugye 1500-as Zsiguli, mondhatjuk így is, ezt hívták úgy, hogy Parasz Mercedes. Parasz Mercedes, igen. Igen. Feri bácsi azért is volt érdekes alkat, mert arra is büszke volt, hogy az utóbbi 30 évben a megye határát nem lépte át. És hát volt még néhány ilyen sajátossága. A legkellemetlenebb az volt, hogy ő is szerette az alkoholt, és hát ezt tudták a TSZ elnökök, a TSZ erdészek is, úgyhogy szinte minden napunk azzal kezdődött, hogy előbb meg kellett inni egy üveg konyakot, és utána kijutottunk az erdőbe, ha kijutottunk, mert olyan is volt, hogy nem jutottunk ki. És amikor fél évvel később, hát hivatalosan Feri bácsi átadta nekem a stafétabotot, és én abba bíztam, hogy most már nyugdíjba vonul, azzal kellett szembesülnöm, hogy nem tudja ott hagyni a munkáját, mert jött továbbra is velem az erdőfelügyeleti utaimra, útjaimra, úgyhogy még egy jó másfél évig együtt erdőfelügyelősködtünk. Hivatalosan én voltam az erdőfelügyelő, de hát mivel Feri bácsi is jött, ezért őt tekintették rangidősnek és korelnöknek is természetesen. Ez az erdőfelügyelői poszt, ez tényleg megtisztelő volt, és nagyon-nagyon jó fizetést is kaptam. Az édesapám akkor ment nyugdíjba 11 ezer forintos fizetéssel, egy nagy szakmunkásképző intézetnek volt az igazgatója, az én fizetésem pedig 9600 forint volt akkoriban. Úgyhogy ez akkor nem hányat volt. Hányat írunk ekkor, professzor? Hát ez 1985 és 87 közötti mondjuk, időszak. Mondjuk 87, tehát csak ugyan később rekonstruálni lehessen azt, hogy mit jelent ma 300 vagy 400 ezer.
igen. Fontos fizetés, és mit jelentett akkor a 9800 forint? 9600 forintos fizetésem volt igen. Akkor, igen. És egyszer csak megkeresés érkezett, hogy gyere Sopronba. Nem. Nem érkezett megkeresés, hanem akkoriban szervezték az úgynevezett aspirantúrákat, amelynek az volt a lényege, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 3 évig adott ösztöndíjat, viszont nem az akadémián kellett eltölteni ezt a 3 éves időszakot, hanem egy választott kutatóhelyen. És én megpályáztam egy ilyen aspirantúrát. Voltam olyan bátor, és hát már az aspirantúrai felvételemen is csodálkozott a bizottság, hogy hát 6 éves gyakorlati ténykedés után, erdőfelügyelői beosztás után én feladom a múltamat, és a bizonytalan aspirantúrát választom. De én akkor elszánt voltam, hogy az oktatás és a tudomány művelése területén szeretném a továbbiakban az életemet kiteljesíteni. Föl is vettek, és akkor kutatóhelyemnek az Erdészeti és Faipari Egyetem növénytani tanszékét kértem, amit előtte természetesen Gencsi László professzor úrral már le is egyeztettem. És így kerültem 1987. szeptember 1-ével ide Sopronba aspiránsként, 3 éves aspiránsként. Ha az előbb már szó esett a fizetésekről, ez egy nagy visszaesés volt, gondolom aspiránsként jóval kevesebb volt a fizetésed. Egészen pontosan az 1/3-át kaptam az erdőfelügyelői fizetésnek, 3200 forintot. És hát kollégiumban kellett laknom. Ugye 5 évet laktam kollégiumban, amikor egyetemisták voltak, és amikor visszakerültem, akkor még 5,5 évet a kollégiumban lehúztam. De vállaltam ezt is. Vállaltam ezt is, mert én úgy éreztem, hogy az a tő melletti erdészkedés, az nem nekem való. Hanem már erdőfelügyelői koromban is, sőt már erdőtervezői koromban is publikáltam, amikor felvételiztem, már 17 publikáció volt, és ezen is csodálkozott a felvételi bizottság, hogy tő melletti erdészként ilyesmikkel foglalkoztam. Sőt, mi több, a Kertészeti Egyetemen közben elvégeztem egy gombaszakértői, egy felsőfokú gombaszakértői tanfolyamot is, illetve amikor erdőtervező voltam, akkor ugye a téli időszakot bent Debrecenbe kellett eltöltenünk, bent a hivatalban, és akkor rendszeresen átjártam a Kossuth Lajos Tudományegyetemre azért, hogy Jakucs Pált, az akkori ökológus professzort hallgassam, az ő előadásait végighallgattam. És ez nekem nagyon jó volt, mert a Mayer Antal professzortól kapott ismereteket ki tudtam egészíteni a Jakucs Pál professzortól kapott ökológiai ismeretekkel. És aztán az erdő az nekem így gömbölyödött ki. Így vált teljesen teljessé az erdő. Hogy lettél aspiránsból egyetemi oktató? Hát úgy lettem egyetemi oktató, hogy a szerencse is egy kicsit mellém szegődött. Ugyanis 1989-ben Gencsi László professzor úr is, meg Vancsura Rudolf docens úr is nyugdíjba ment. És akkor megüresedett 2 státusz a növénytani tanszéken. És amikor az aspirantúrám utolsó éve volt, akkor engem már fölvettek másodállású egyetemi tanársegédnek. Nem kaptam az egyetemtől fizetést, de már akkor másodállású egyetemi tanársegéd voltam. És amikor letelt az aspirantúrám a 3 év, 1990-ben, akkor az öregek kérésére, nyomására fölvettek rendes tanársegédnek. Tehát bent tudtam maradni a tanszéken. Végül is nekem ez volt a célom, hogy bent maradhassak a tanszéken, de mondom, a szerencse mellém szegődött, és szerencsére a tanszéki kollégák is mellém álltak. Ki volt akkor a tanszékvezető? Mátyás Csaba professzor úr volt a tanszékvezető, ő 1988-ban vette át a tanszékvezetését Gencsi László professzor úrtól. Ő volt akkor a tanszékvezető. Ő neki rövid időszakad adatott ott meg, ugye, az növénytani. 6 évig volt a növénytani tanszéken. Közben te haladtál előre? Hát közben én haladtam, és rendkívüli léptekkel haladtam előre, ami nem biztos, hogy jó, mert
1990. szeptember 1-én neveztek ki rendes egyetemi tanársegédnek, megszereztem a kandidátusi fokozatot, és így 1991. április 1-től már adjunktus lettem. És mivel megszereztem a kandidátusi fokozatot, ezért az már feljogosított a docensi pályázat elnyerésére is, és 1981. szeptember 1-től már docens lettem. 1991. szeptember 1-től lettem docens. Tehát gyakorlatilag egy év alatt a 4 fokú létrának a 3 fokára felkapaszkodtam. Gondolom voltak irigyeid is azért, nem? Hogy ilyen gyorsan... Hát voltak irigyeim is, igen. Ugye azt szoktam mondani, hogy a nagyfák árnyékában nem nő meg a fű. Ez egy bölcs kínai mondás, és akik bent maradtak az egyetemen, és úgy próbáltak előre kapaszkodni, ők sokkal lassabban jutottak előre. Én kintről jöttem be, és egy kicsit csodabogárnak számítottam. Mert 6 évet eltöltöttem a gyakorlatban, és ráadásul az erdőfelügyelői munkakört hagytam ott. Úgyhogy engem nem hátráltatott akkoriban senki, tegyük hozzá. Nem volt felettem nagy fa. Ráadásul a nagyfák ugye el is mentek nyugdíjba. És így megnyílt a lég, hogy most az erdő nyelvén beszéljünk, és ebbe a légbe könnyű volt akkor benülni. Úgyhogy így jutottam előre, és akkor 1994-ben pedig én lettem a tanszék vezetője. Már korán, 7 évvel a Sopronba való visszaérkezésem után már tanszékvezetői megbízatást is kaptam. Milyen tárgyakat oktattál te és oktatsz ma is a tanszéken? Hát ugye az előbb említettük, hogy Mátyás Csaba professzor úr volt a tanszékvezető, aki akkoriban az ökológiára hangolódott rá, meg ugye az eredeti témája az a genetika volt, azt művelte, és amikor engem tanársegédnek kineveztek, akkor rögtön megkaptam a dendrológia oktatását, a fászáru növényekkel foglalkozó tantárgy oktatását, ami nagyon megtisztelő volt, de hát ez egy nagy kihívás is volt, mert ugye Vancsura Rudolf docens úr tartotta előtte, nem is akármilyen színvonalon a dendrológiát. És én ezt tudtam, hogy ezzel leszek megbízva, ezzel a tantárgyal, épp ezért Vancsura docens úrnak az utolsó fél évére, amikor a dendrológiát előadta, akkor az előadásaira én bejártam. Ugyanúgy, mint 1977-ben hallgatóként bejártam, és én így 2-szer hallottam az ő előadását, és az mély nyomat hagyott bennem. Beszéljünk egy kicsit Vancsura Rudolfról. Milyen embernek ismerted őt, milyen oktatónak, milyen tudományos szakembernek? Hát nagyon kiváló tudással rendelkezett. Szigorú botanikai téren. A külseje mögött mi lakott? Hát azt pontosan nem tudom. Ugye amikor visszakerültem, akkor azt mondhatom, hogy nagyon sok korábbi professzorom atyai jó barátommá vált. Kubinszky Mihály professzor úr, Mayer Antal professzor úr, Király Laci bácsi, de még Szendrei István professzor úr is. Viszont Vancsura docens úrhoz soha nem tudtam közel kerülni. Pont azért, mert szikára alkata volt, ő másokat sem engedett közel magához. És én ezt egy kicsit sajnálom is, mert igazándiból őt nem is sikerült megismerni ilyen téren. Nekem olyan téren példaképem, hogy a növénytani, vagy azon belül is a dendrológiai tudása az, ami lenyűgöző volt, és ezt próbálom én elérni. Természetesen soha nem fogok arra szintre jutni, mint amit ő akkor elért és produkált nekem. Ez talán túl szerint mondat volt, de ez illő és szerint mondat volt. Én ezt hallom most is. Én azt hallom, én ugye azért nálad egy kicsit előbb jártam az egyetemre, hogy annak idején mi rettegtünk a növénytanúvizsgától, nem kérdőtől, a szigorlattól, előbb elmondtad, hogy nem volt szigorlat. Szóval azt hallom, hogy te vagy ma az egyetemen professzor.
akinek a szigor, most van szigorlat? Nincs. Nincs. Azt végképp eltörölték a szigorlatot már. Nem létezik ez a számonkérési akkor forma. Akkor nem tudom, az utolsó Barta Dénes vizsgát, aki megcsinálta, az már egy kicsit fogja a diplomájának a sarkát. Ilyeneket is hallottam, hogy az egyik legszigorúbb, ha nem a legszigorúbb professzora vagy az egyetemnek. Én erre egy kicsit büszke is vagyok, és hát ezt elfogadom. Ugyanis a növénytani számonkérés az már Selmecbányán is komoly volt, meg itt Sopronban is. Nem csak Nemki professzor urat, vagy Vancsora docens urat emlegethetjük, hanem a korábbi időszakból Fehér Dániát is, akinek híres vizsgái voltak, vagy éppen Selmecbányán Fekete Lajost, aki hosszú időn keresztül oktatta a növénytant. Én azt gondolom, hogy ha valaki az erdővel akar foglalkozni, akkor elengedhetetlen, hogy az erdő alkotó részeit ne ismerje meg. És ezen belül is a legfontosabbak a fászáru növények. Én ezt próbálom elsajátítatni a diákjaimmal, de ezt meg is követelem tőlük, mert ha nem ismerem a téglákat, akkor nem lehet fölépíteni a házat. Úgyhogy én követem az elődöket, csupán csak ennyit teszek. Természetesen ilyen téren példaképpen Mór Artúr is, meg példaképpen Csanádi Etele is. Én azt a szigort próbálom most is képviselni. Aminek sokan nem örülnek természetesen, leginkább épp azok, akik vizsgáznak, de bizonyos esetekben a dékánok, rektorok sem. Hallottam egy anekdótát, hogy nálad azon is meg lehet bukni, hogyha valaki a kékes zöld helyett zöldes kéket van. Hát ezen azért nem lehet megbukni. De nem veszed jó néven. Hát azért nem veszem jó néven, mert mérnököket nevelünk, és a mérnöknek precíznek kell lenni. És tudni kell a színeket is megfelelőképpen osztályozni. Hát a különbség a kékezöld és a zöldes kék között? Hát a kékezöld esetében a zöld az alapszín és a kék az árnyalati szín. A zöldes kék esetében pedig ez fordítva van. Úgyhogy ennyi különbség van, de mondom, hogy mérnököket nevelünk, precíz mérnököket, akkor ezt is meg kell tanulni. A folyosod végén van egy füzet, ahova be lehet írni, illetve aki akarja, be is ír, sőt vannak is benne bejegyzések, a vizsgáról, vagy a rólad, vagy mit célt szolgál az a füzet? Hát ez egy Balek feladat volt. A Baleknek az én képmásomat fába kellett faragnia, ugye ez van a füzet fölött, és akkor ebbe a füzetbe a vizsgaélményeket írják be a hallgatók. De én ezt a füzetet akkor fogom kinyitni, amikor ténylegesen nyugdíjba megyek. Én még egyszer sem nyitottam ki, sokaknak megmutatom, meg látom, hogy olvasgatják is, de én még nem akarom. Majd akkor, ha nyugdíjas leszek. A selmeci hagyományok ápolása és az egyik komoly munkaterülete. A professzori szobád selmeci bútorokkal van berendezve, ugye? Jól tudom. Így van. Tehát ez már mondjuk ez elég indíték ahhoz, előtted van egy könyv, ez az én könyves, de azért tettem ki, mert Selmecről szól. Ez hogy jöttél erre, hogy te Selmec szerelmese vagy, ugye? Ez így van, ez jó. Selmec szerelmesei vagyunk, mert itt többes számba kell fogalmaznom, ugyanis Oroszi Sándor évfolyamtársam nevét feltétlenül említeni kell. Vele együtt haladtunk abba az irányba, hogy végül is Selmec az most már kitörölhetetlen az életünkből. Hát ez úgy kezdődött, hogy 1980-ban útépítés előadásunk volt. Az akkori rektor, Kecskés Sándor tartotta ezt az útépítés előadást, akit különösebben nem szívleltünk, meg kell mondanom. Én ezen az előadáson unatkoztam, kinéztem az ablakom, és elmorfondíroztam azon, hogy hát ápoljuk, őrizzük a selmeci hagyományokat, de Selmecbányáról semmit nem tudunk. Pedig itt van elérhető távolságban. És akkor kitéptem a spirálfüzetemből egy lapot, kinéztem a naptáramból egy időpontot, március 21-23-at, és akkor odaírtam, hogy aki Selmecbányára akar jönni, az iratkozzon föl. És ott az óra alatt körbe küldtem ezt a kockás lapot, ami vissza is érkezett hozzám, 40-valahány névvel. Ez egy busznyi ember. És az óra végeztével voltam olyan szemtelen, hogy oda mentem a
Kecskés Sándor professzor úrhoz, a rektor úrhoz elkérni a buszt. Akkoriban ez könnyen ment egyébként, hogyha vadászni akartunk menni, akkor elkértük a buszt, és ingyen ide adták. És akkor mondtam a professzor úrnak, hogy Sámeszre szeretnénk menni, ő pedig bólogatott, hogy jó, akkor miénk a busz. Ennek megörültem, a Borsó Zoltán évfolyam társam elszaladt Gunda professzor úrhoz, akit jól ismert, az ő fia kint volt Szlovákiába, és akkor rajta keresztül már a szállást is megszerveztük. Igazán csak most jött egy kis kellemetlenség, mert egy olyan egy hét múlva Bakogyi Károlyné, a rektori hivatal titkárnője hivatott engem, és kezét tördelve elmondta, hogy hát a rektor úr nem nézte meg a buszfoglaltságát, de közben már a szőnyeggyár szocialista brigádjának odaígérték a buszt. Ami nem tudom, hogy igaz volt, vagy nem volt igaz, de minden esetre megvonták tőlünk a buszt. Én azt gyanítom azért, mert március 21-én akartunk kimenni. Ugye ez a tanácsköztársaság évfordulója, és nehogy valami bajt csináljunk, ezért inkább úgy döntöttek, hogy nem adnak nekünk buszt. Viszont már emlegettem a felvezetőben is, hogy mi már a katonaságnál is nagyon összekovácsolódtunk, és ha mi valamit elhatároztunk, akkor abból nem engedtünk. Épp ezért én fogtam magam, és elmentem itt a Kisalföldi Volánhoz, a Lakner Kristóf utcába, ahol elmondtam a hölgyeknek, hogy ekkor és ekkor szeretnénk Selmecbányára utazni. Ők megnézték a buszfoglalást, és mondták, hogy hú, hát a soproni buszok foglaltak, de felhívják Kapuvárt. És akkor telefonon felhívták Kapuvárt, ott volt egy szabad busz, és azt lefoglaltuk. És olyan rendesek voltak, hogy a Kapuvár-Sopron-Kapuvár utat nem is számolták bele a költségekbe. Úgyhogy megvolt a busz, megvolt a szállás, összejött a 40-valahány ember, és akkor két tanárunkat megkértük, hogy jöjjenek velünk, kísérjenek el minket. Hát az egyik visszalépett, pont azért, mert ugye kellemetlen időpontba szerveztük, de a másik velünk jött, és őt meg is nevezem Varga Ferenc, aki az évfolyam felelős tanárunk is volt egyben. És ő mondta, hogy őt nem érdekli sem a rektor, sem pedig március 21-e, semmi nem érdekli. Ki mondta vissza, megkérdezted? Németh András. Németh András mondta vissza. És kimentünk Selmecre. De úgy, hogy magáról a városról nem sok mindent tudtunk. Gyakorlatilag semmit nem tudtunk. Az útból felkészültünk, mert közben megálltunk Pozsonyban is, a természeti tájból és a történelemből is felkészültünk, amit lehetett. És amikor megérkeztünk Selmecbányára, akkor csodaszép, friss hó hullott a városra. És hát akkor a belváros még szinte lakatlan volt. És az a csend, az a nyugalom, az a puha hólepel, az megfogott minket. És ez kitörölhetetlen emlékkép. És azóta Oroszi Sándor évfolyam társammal elköteleződtünk Selmec irányába. Ráadásul ehhez még az is hozzájárult, hogy a későbbi évfolyamok, ugye a 80-as évek közepétől már elkezdtek rendszeresen járni Selmecre. És akkor már mentem én is velük, viszont Selmecről még mindig keveset tudtunk. És akkor hívtam Oroszi Sanyit, hogy jöjjen ő is velünk, ketten is keveset tudtunk még Selmecről. Elhatároztuk, hogy ez így nem mehet tovább, és akkor úgynevezett munkatáborokat szerveztünk, egy hétre kimentünk Selmecre, és akkor hajnali 5 órától este 10 óráig a várost jártuk. Természetesen előtte jól felkészültünk, minden irodalmat összeszedtünk, és akkor jártuk a várost. Szisztematikusan feltérképeztünk mindent. Ezeknek a selmeci utaknak meg lett az eredménye egy zöld könyv az erdészettörténeti közlemények sorozatban. Igen, hát ez az első könyvünk, amit Oroszi Sanyival írtunk. Mindegyik selmeci könyvünknek egy-egy nótából egy-egy sort választottunk címéül. Ez a Selmec, Selmec, Sáros Selmec címet kapta. És hát
ez az, ami a későbbiekben aztán bővített formában, egyre bővülő formában megjelent. És ez az, ami jó kis varemékum szerintem, hogy a erdész kollégák is vitték, viszik magukkal, és ebből tudnak tájékozódni, Selmecet ebből meg lehet ismerni. Hát, és ott van előtted még egy könyv, egy pillanatra azt is, hogy mutatnád. Hát ez pedig az utolsó Selmeci könyvünk, a negyedik, amely nem olyan régen látott napvilágot, ugye ezt épp a 100 éves évfordulóra írtuk. Ennek Selmec téged soha nem felettünk a címe, és hát úgy indultunk neki, hogy minden, ami a fejünkben van Selmeccel kapcsolatban, azt szeretnénk ebbe a könyvbe belegyömöszölni. Talán ez sikerült is, ilyen téren, ami fejünk kiüresedett, de a könyv az megtelt. És hát amíg a korábbi könyvek azok szerényebb kivitelűek, vademékum jellegűek, addig ez egy albumszerű könyv. Nagyon sok színes fotóval, térképekkel, idézetekkel, különböző irodalmi idézetekkel van tarkítva, úgyhogy itt tettük le a lantot. Jársz most is Selmecbányára? Hát járunk most is Selmecbányára, részben a hallgatókkal, hogyha hívnak, és akkor szívesen megyek. Részben Orosz és Sanyival átszökünk egy kicsit nosztalgiázni. Ugye van, amikor Orosz és Sanyi már abba hagytam munkát a Mezőgazdasági Múzeumban, ha jól tudom. Ő már abba hagyta munkát, Karcagra elköltözött a szülői fészekbe, és ott tölti nyugdíjas napjait. De most is egy hónapja megbeszéltük, hogy május 1-én kimegyünk Selmecre egy kicsit nosztalgiázni. És néhány napot eltöltünk ott kettesben. Beszéljünk másról is, ami a szakmádhoz hozzátartozik. Nyilván én csak töredékeiben ismerem, vagy töredékeiben sem, de tudom, hogy a nevedhez fűződik a öreg fák, az ősfák, nem jó az ősfák, az öreg fáknak a összeírása, vagy minek nevezzem, számon tartása. Igen. Igen. Tulajdonképpen ezekre a természeti értékekre már hallgatókoromban felfigyeltem, és amikor erdőtervező meg erdőfelügyelő voltam, akkor a megyében, Szabolcs-Szatmár-Berek megyében már szisztematikusan gyűjtöttem ezeket a faóriásokat és famatuzsálemeket, és ott egy katasztert is összeállítottam róluk. Azt egyébként a későbbiekben a Kertészeti Egyetem hasznosította. És amikor visszakerültem Sopronba, akkor elkezdtem szisztematikusan feltárni az ide vonatkozó irodalmat, a korábbi felméréseket, és én is elindítottam egy felmérő munkát. Erdőmérnök hallgatók segítségével a nyári gyakorlatok keretében 2 nyáron át az ország összes szegletében megfordultunk, és egy adatbázist hoztunk létre, amiben több mint 4000 fajegyednek van a rekordja rögzítve. Ez az interneten is hozzáférhető. Ez folyamatosan bővül is. Hogy állunk egyébként ezekkel a famatuzsálemekkel? Mennyi van belőle az országban? Vagy mi a rekorder, hogy úgy mondjam? Na hát ez a legfontosabb kérdés. Amikor mi nekiindultunk, nyilvánvalóan a hallgatókat el kellett igazítanom, hogy mi számít faóriásnak, vagy mi számít famatuzsálemnek. És aztán a végén abban maradtunk, hogy az a faegyed, ami vagy a helyi lakosság, vagy egy külső szemlélő figyelmét fölkelti valamilyen oknál fogva, az érdemes arra, hogy bekerüljön ebbe a regiszterbe. Ez a habitusára is vonatkozhat. A hozzáfűződő legendák, mondák alapján is természetesen, mert nincs olyan falu, aminek a határában ne lenne Petőfifa vagy Rákócifa, de egyéb más különlegesség is lehet olyan tulajdonság, amely alapján fölvétetett ebbe az adatbázisba. És ahogy mondtam, több mint 4000 fajegyedről van részletes felmérésünk, és ezt nyilván tartjuk egy nagy internetes adatbázisban. Tiszteletben tartjuk ezeket a famatuzsálemeket, professzor? Nem. Ez bátran kimerem mondani, hogy nem. Az egyik szívfájdalmam az, hogy
ezeknek a természeti értékeknek nincsen felelőse. A védett természeti területek tudjuk, hogy kikhez tartoznak. De ezek a famatuzsálemek, faúrjások gazdátlanok ilyen tekintetben. Van néhány önkormányzat, amely a határában álló ilyen jellegű egyedeket helyi természeti értékké nyilvánította, de kevés gondot fordítanak rájuk. Nyilvánvalóan nem ez áll a fókuszukban, és hát pénz sincs nagyon egy-egy ilyen fa úrjás vagy fa matuzsálem megőrzésére. Látványosan pusztulnak. 2 évvel ezelőtt csináltam egy kimutatást, és az derült ki, hogy a megelőző 10 évben 2-szer annyi fagyet pusztult el, mint az előtte való 10 évben. És sajnos nevezetes fáink is oda vesztek. Gondatlanság vagy környezeti hatása? Hát én a gondatlanságot helyezem első helyre. Van bizonyos környezeti tényező is, bizonyos helyeken a talajvízszint süllyedés okozza a pusztulásukat. Egyéb más környezetszennyezés is előfordul, de a gondatlanság, az emberi gondatlanság, illetve az oda nem figyelés az, ami sajnos a vesztüket okozza ezeknek. Van egyébként ezekről a famatuzsálemekről egy olyan itiner, ami alapján én megtalálom esetleg a te műved, vagy valakinek, hogyha elmegyek az őrségbe, hogy ott hol találok egy ilyen, vagy egy ilyen... Hát, ahogy említettem, az interneten hozzáférhető az adatbázisunk, és abban vagy az erdőrészlet benne van, vagy a helyrajzi szám benne van, vagy egyéb más azonosító benne van, amely alapján ezt be lehet azonosítani. Hát, ha ténylegesen nyugdíjba megyek, akkor azt tervezem, hogy egy nagy albumot majd összeállítok, ami részben sajnos mementó lesz azokról a felgyedekről, amelyekkel én még találkoztam az életemben, de már nincsenek. Ehhez kapcsolódik egy másik dolog, amely úgy tudom a te nevedhez köthető, az évfája mozgalomnak a felelevenítése, ugye? Mert ezt nem tudom, hogy mikor indul. Ez mit egyáltalán, erről mit kell tudni, erről az évfája mozgalomról? Hát azt kell tudni, hogy ezt nem én találtam ki, én csak meghonosítója vagyok. Ez Németországba indult útjára 1989-ben, és én 1996-ban indítottam el itt Magyarországon német mintára ezt a mozgalmat. Van hazai előzmény is, mert 1979-ben az év madara mozgalom már elindult nálunk. Ugye a hazai, meg nem csak a hazai természetvédelem az madárcentrikus. Nem véletlen, hogy először az év madara mozgalom indult el, de másodikként mi kapaszkodtunk föl itt az év mozgalmakban, és hát ez most is tart. Minden évben megválasztjuk az év fafaját. Ugye van egy kis pontatlanság a megnevezésben. Ez részben az én bűnöm, de külföldi országokban is megtalálható ez a pontatlanság, mert mi az év fafaját választjuk meg. Ugyanakkor van egy másik mozgalom, most már 11 éve működik az is, amely az év fajegyedét választja meg. A kettő nem egy és ugyanaz. Mi vagyunk a régibbek ezen a téren, és most már a 27. évfáját választottuk meg. Ebben az évben éppen a nagylevelű ház az, amely ezt a megtisztelő címet kapta. Ugye azt hiszem szavazni lehet, hogy bonyolódik ez, hogy kijelöltök több fafajt, és akkor lehet szavazni. Valami ilyesmi rémlik nekem, de lehet, hogy rosszul tudom. Hát az igazsághoz hozzátartozik az, hogy 18 éven keresztül egy kicsit gazdátlan volt ez a mozgalom. Én elindítottam, és amikor elindítottam, akkor én próbáltam engedélyeket szerezni ehhez, illetve támogatókat szerezni. A minisztériumtól azt a választ kaptam a kérésemre, hogy ha csinálom, akkor csináljam. És akkor 18 évig minden évben én jelöltem ki az évfáját. És aztán cikkek jelentek meg róla, riportok készültek, egyebek. Viszont a 19. évtől kezdve az Országos Erdészeti Egyesület is felfedezte ennek a PR
oldalát, vonzatát, és az utóbbi időszakban az van, hogy minden évben én 3 fafajt jelölök meg. Ez kerül internetes szavazásra, és ott döntik el a szavazáson, hogy melyik lesz az év fája. Úgyhogy így működünk most. Professzor, a nagy változáson ment át az egyetem az utóbbi időben. Ez részben téged is érintett, illetve a tanszéket is érintette. Befejezésről beszélünk arról, hogy mivel foglalkozol most, hogy néz ki az egyetemi munkásságod. Hát az egyetem nagy változásokon ment keresztül, de én már nem fogok megváltozni, és szerencsére a mikrokörnyezetem sem változott meg. Én az elmúlt évben betöltöttem a 65. életévemet, és a régi szabály az volt, hogy 65 éves korig lehet valaki vezetőbeosztású. Én ehhez tartottam is magamat, mert tavaly lejárt az intézet igazgatói megbízatásom, és nem is akartam már, hogy újra intézetigazgató lehessek, hanem a mi intézetünket, amit Növénytani és Természetvédelmi Intézetnek hívtak, a Kémia Intézettel, illetve a Környezet és Földtudományi Intézettel olvasztották össze, és még a Erdészeti Műszaki és Környezettechnikai Intézetnek egy része is ehhez a nagy intézethez jött, amit most úgy hívnak, hogy Környezet és Természetvédelmi Intézet. De megmaradtunk az eredeti helyünkön, megmaradtunk az eredeti felállásunkban, csak egy kicsit bonyolultabb lett a szervezeti struktúra körülöttünk. De ugyanúgy oktatunk, ugyanúgy kutatunk, mint ahogy eddig. És én is ugyanúgy oktatunk. Az ablakom alatt megnőtt a mamutfenyő, most volt éppen nyílt nap, és vittem át az érdeklődőket a tanszékünkre, és megkérdeztem, hogy hány évesnek gondolják ezt a mamutfenyőt, és egy bátor fiú 500 évet mondott, holott 1973-ban ültette Borobics Elemér oda őket, ezeket a mamutfenyőket. Úgyhogy amíg bírom, addig én szeretném csinálni. Természetesen azzal is tisztában vagyok, hogy az én agyam is folyamatosan erodálódik, amikor a külvilágom úgy érzi, hogy alkalmatlan vagyok, akkor az a kérésem feléjük, hogy jelezzenek, és én veszem a kalapom és felállok természetesen. Ha ezt én is érzem, akkor magamtól fogok felállni. De ha én ezt magamtól nem érzem, akkor elvárom a környezetemtől, hogy felállítsanak, és odát tegyenek. Hát ez nem a legvidámabb végszó a beszélgetésünk, úgyhogy ne itt fejezzünk be, hanem ha nem vagyok indiszkrét, egy pár szót említsünk a családodról. Feleséged középiskolai tanár. Igen. A feleségem biológia-kémia szakos végzettségű, Szegeden végzett, a JATÉN, és itt Sopronban a Széchenyi Gimnáziumban tanít, biológiát, illetve kémiát. Van egy fiunk, aki a BME-n végzett, logisztikai mérnökként BSC-n, MSC-n pedig egy szervezésvezetés MSC-t végzett el, és most Pesten dolgozik egy nagy gyógyszergyártó cégnél logisztikai mérnök, és ő még gyorsabban halad előre a ranglétrán, mint én, mert már vezetőbeosztásba került, és hát azt is elmondhatom, hogy a fizetése is több, mint az én fizetésem. Szabadidődben horgászol, ugye? Szabadidőmben sok minden rossz dolgot csinálok, horgászom kiskoromtól kezdve, ezzel sikerült a fiamat is megfertőzni, édesapám is horgászik, az a legnagyobb élmény, amikor 3 generáció van kint a vízparton, de nem csak horgászom, hanem vadászom is, ezzel is sikerült a fiamat megfertőzni, és ennek különösen azért is örülök, mert az évfolyam társaimmal együtt alakítottunk egy vadásztársaságot, van területünk is, nem is kicsi, és ott csak mi vadászunk, évfolyamtársak, illetve a gyermekeink. És a gyermekeink is benőttek már ebbe a világba, amit mi élünk, már 1975 óta. És ennek különösen örülök, meg annak is, hogy az én fiamnak sok atyai jó barátja van az évfolyamtársaim személyében. A vadászat mellett, horgászat mellett még akvarizálok is, az egyetemen is van
vagy három akváriumom, meg otthon is van. Ezt is kisgyerekkorom óta csinálom. Hát ezen kívül még gyűjtöm a régi könyveket is. Egy nagyon nagy szakkönyv gyűjteményem van, amivel kapcsolatban egy kicsit gondolom, hogy mi is lesz majd, hogyha nekem már ezek a könyvek nem kellenek. Van egy óriási korsó gyűjteményem, köszönhetően a hallgatóknak, mert minden szakestre meghívnak. Nagyon sok korsót kapok tőlük, gyakorlatilag 1980-tól napjainkig egy teljes korsó garnitúrával rendelkezem. Feleséged nagy örömére, mert ezek gondolom nagy porfogó, ez már több oktatótól hallottam, hogy igen, a feleségek ennek nem örülnek. Ennek nem örülnek, a könyvespolcom tetején vannak, 16 folyómétert foglalnak el, és fél évente a feleségem lerámoltatja onnan őket, és akkor közösen törölgetjük a korsókat. De még szerencsére egyet sem törtünk össze. És akkor van még egy közös szerelem, családi szerelem, mondhatom. Az Őrségben van egy parasztházunk, amit két évfolyam társammal együtt vettünk még 1984-ben. Akkor még az Őrség egyáltalán nem volt felkapott turisztikai szempontból. És hát a feleségem is nagyon szeret ott lenni, a fiam is nagyon szeret ott lenni az Őrségben. Ez egy különös kikapcsolódási lehetőség nekünk. Szalafőn, így van, a Csörgőszeren van ez a parasztházunk, ahol van kerti munka is, mert 6000 négyzetméternyi fűterületet kell karban tartanunk, meg az ottani kerteket, meg a házat is, de ezt örömmel tesszük. Köszönöm szépen a beszélgetést, professzor. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.